Gyászol a Szombathelyi Egyházmegye. Dr. Konkoly István, a Szombathelyi Egyházmegye 14. megyéspüspöke november 20-án hazaköltözött a Teremtőhöz. Egy haláleset mindig megrendíti az embert. Kicsit megállásra készteti, elgondolkodtatja az élet értelméről, és keresi a válaszokat, hogyan tovább. A keresztény ember számára azonban van egy vigasz, Krisztus, aki feltámadt a halálból, aki megjelent az apostoloknak, bizonyságot adva számukra, legyőzte a halált. Ebből merítettek erőt az egyházmegye papjai és hívei, amikor szeretett és tisztelt főpásztoroktól búcsút vettek november 29-én a Székesegyházban. Már a gyászmise előtt másfél órával érkeztek barátok, munkatársak, hívek és papok, hogy lerólják kegyeletüket Konkoly István ravatala előtt, és persze, hogy emlékezzenek. Én csak a legnagyobb elismerés hangján tudok beszélni Szegény István atyáról, akit én még plébános kora óta ismerek, amikor ő Gencsen plébános volt a szomszédban. Sokszor járt az intenzív osztályon, és ezzel kapcsolatban is sok közeledésünk volt egymáshoz. Aztán az egyházközségi elnökként, valamint a pápa látogatáskor nagyon szorosan együttműködtünk. Sokszor elkísértem őt a Birma útjára, úgyis, mint orvos, úgyis, mint jó barát, és az intenzív osztályon is ápoltuk őt. Már majdnem azt mondhatnám, hogy volt szerencsém ott ápolni, de hát a szerencsének nem nevezhető. Most egy megrendítő szertartáson estünk át, aminek lehetőséget adott arra, hogy az ő életére is visszagondoljunk, és általában az élet halandóságára, az élet mulandóságára, ami mindjárt vonatkozik. Dr. Konkoly István 1930-ban született a Zala megyei Tornyi Szent Miklóson. 1954-ben szentelték pappá. Felszentelése után káplán és hitoktató volt Gyöngyösfaluban, Szombathelyen, Rábagyarmaton és Jánosházán. Később Szőcén dolgozott plébánosként, majd Kovács Sándor püspök mellett személyi titkárként. Gencsapátiban 15 évig volt odaadó lelkipásztora a híveknek. 1987-ben nevezte ki II. János Pál pápa a Szombathelyi Egyházmegye vezetőjének. Történelmi időkben vette át az egyházmegye vezetését. A rendszerváltással új lehetőségek adottak az egyházi élet újraszervezésére, de ez nem volt könnyű feladat. Felsorolni sem lehet, milyen munkát végzett a Magyar Egyház és a Szombathelyi Egyházmegye érdekében püspöki szolgálata idején. Óvodák, iskolák indultak újra. Megalapította a Martinon Felnőttképző Akadémiát, a kántorképző tanfolyamot, a hittanárképző főiskolát. Az ő közreműködésével indulhatott el egyházmegyénkben a Karitász munkája. Számos templom felújítása vált lehetségessé püspöki szolgálata idején. És nem feledkezhetünk meg arról sem, hogy az ő püspöksége idején látogatott el Szombathelyre II. János Pál pápa. Minden püspökre jellemző, hogy milyen jelmondatot választ magának. Az én jelmondatom ez, jöjjön el a te országod. Ezzel a püspöki jelmondattal ki akartam fejezni azt a gondolatomat, hogy püspöki szolgálatommal én a következő célkitűzést akarom magam előtt tartani. A ige hirdetés és a tanúságtevő keresztény élet által törekednünk kell arra, hogy közel vigyük az emberekhez az evangéliumot, sőt magát Krisztust. Az emberek befogadják őt, és megtapasztalják a lelkünkben az Istennek a szent jelenlétét, uralmát, és kifejezhetjük, hogy megvalósuljon a lelkünkben az Isten országa. Most a célkitűzés érdekében arra törekedtünk, hogy új és hatékony módszereket találjunk ki az evangéliumnak a hirdetésére. Hát erre azért volt szükség, hiszen ezt mindannyian tudjuk, hogy a rendszerváltozás előtti időszakban évtizedeken keresztül bizony nagyon sokszor támadták az egyházat,
próbálták az egyháztól a híveket elidegeníteni, és ennek következtében súlyos kárt szenvedett a híveknek a vallási tájékozottsága, sőt, némelyeknek a személyes hite is bizonytalanná lett. Hát ezt akartuk, ezt a hiányosságot mi ellensúlyozni azzal, hogy 3 éven keresztül 4 városban, Szombathelyen, Zalaegerszegen, Kőszegen és Sárváron felnőtt katekéziseket, nagyobb szabású konferenciákat rendeztünk kiváló előadóknak a meghívásával, és ezekre az előadásokra meghívtuk a környező plébániáknak a vezetőit és a híveit is. Az előadásoknak a témái fontos és aktuális vallási kérdések, illetve keresztény hitigazságok voltak. És egy sajátossága volt ezeknek az összejöveteleknek, hogy az előadások végén a jelenlévő hívek kérdéseket tehettek fel az előadónak, ő pedig válaszolt ezekre. Úgyhogy egy ilyen családias légkörű dialógus, beszélgetés alakult ki ott a templomban. Hát templomi körülmények között erre korábban nem volt lehetőség. És a hívek számára azt gondolom, ez nagy élmény volt, és ezekkel az élményekkel mentek el, és mi bíztuk abban, hogy az élmények hatása legközelebb ismét eljönnek majd egy ilyen jellegű előadásra és előtt katekézisre. Kunkai István életének 88. áldozópapi szolgálatának 64. püspöki szolgálatának 31. évében 2017. november 20-án hunyt el. Temetésére a szombathelyi székesegyházban került sor. Lelki végrendeletét dr. Pergely Gyula atya olvasta fel a gyászmisén résztvevőknek. Ferenc pápa részvédtáviratát Alberto Bottari da Castello apostoli nuncius tolmácsolta. Márfi Gyula veszprémi érsek, egykori munkatársa szentbeszédében felidézte személyes emlékeit püspök atyáról, emellett többek között edényeit állította példaként a hívek elé. A saját, valamint az egyházmegye papsága nevében Brenner József nagyprépost búcsúzott Konkoly Istvántól. Hangsúlyozta, Isten mindannyiunkat maga köré akar gyűjteni. A temetési szertartást dr. Székely János, a szombathelyi megyés püspök vezette. Ezt követően az egyházmegye papságának kíséretében püspökatya koporsóját a székesegyház kriptájába vitték, ahol dr. Fábián Árpád püspökatya mellé helyezték végső nyugalomra. Dicsértessék a Jézus Krisztus, köszöntöm a kedves nézőket. Önök az Életforrást, a Szombathelyi Egyházmegye magazin műsorának decemberi adását látják. Az elmúlt percekben dr. Konka István nyugalmazott megyés püspökre emlékeztünk. Püspökatya november 20-án hunyt el. 19 esztendeig vezette a Szombathelyi Egyházmegyét. A feltámadás reményében búcsúzunk tőle. Most nézzük, mivel várjuk Önöket a mai adásban. Boldoggal avatják Brenner Jánost. A Szombathelyi Egyházmegye vértanú sorsú papját 2018. május 1-én Szombathelyen avatják boldoggá. Szent Márton. A Szombathelyi Egyházmegye védőszentjét ünnepelte november 11-én. November 8-án engedélyezte Ferenc pápa, hogy a Szombathelyi Egyházmegye vértanú sorsú papját, Brenner Jánost boldoggá avassák. Az egyházmegye hívei és papsága örömmel fogadták a hírt. A Szombathelyi Egyházmegye a vértanúk és szentek földje, mondta II. János Pál pápa egyházmegyénkről. S valóban, kevés az olyan egyházmegye, amely annyi kiválóságot adott volna az egyháznak, mint a szombathelyi. Szent Márton, Szent Quirin, Boldog Batyán Stratman László, Vincenti József és Brenner János. A Szent Atya Ferenc pápa engedélyezte János atya boldoggá avatását, ami nagy öröm az egyházmegye hívei és papsága számára. A héten Esztergomban voltam az eukarisztikus papi rekollekción. Bíboros atya tartotta az egyik nap az előadást, és az előadását ezzel kezdte, hogy Brenner János boldoggá avatása egyenesben van, jövő esztendőben ez megtörténik. Hát ott akkor abban a pillanatban végigfutott a hideg a hátamon, a karomon, nem tudtunk szóhoz jutni, ott a paptársaim, évfolyam társaim szeméből az
a gesztusukból lehetett érezni, örülünk, együtt örülünk, és aztán egymással néztünk, és könycsordult a szemünkből. Az örömnek a könnye, és én hazérkeztem, és pénteken estén ezt elmondtam a híveknek a templomban, hát minden körül. 1999-ben kezdődött János atya boldoggá avatási eljárásának egyházmegyei szakasza, amely 2008-ig tartott. Az összegyűjtött dokumentumok Rómába kerültek, ahol az elmúlt évtizedben több bizottság is foglalkozott az ügyel, még végül megszületett a döntés. Székely János megyés püspök november 11-én az egyházmegye védőszentjének, Szent Mártonnak ünnepén jelentette be az ünnepét. November 8-án Szent atya elfogadta és elrendelte Brenner János vértanú boldoggá avatását. Püspök atya köszönetet mondott azoknak a segítőknek, akik fáradozásukkal előmozdították az ügy pozitív elbírálását. Külön öröm, hogy János atya testvére, Brenner József is megélte a hír bejelentését. Erre vártunk régóta, jó 10 év óta vártunk erre, de amikor meghallottam a hírt, ugye veszprémi szemináriumban voltam, apát úr, a Nagy Károly apát úr azt közölte velem, attól hallottam meg először. Hát nagyon meglepett és nagyon hát elérzékenyültem, amikor meghallottam. Most ugye azt kérdezgették nagyon sokan, hogy hát mikor lesz a boldog avatás, de ez egy hosszabb folyamat, mert ugyan kihirdették, hogy boldog, de ennek a boldog avatásnak meg is kell az ünnepségét szervezni. És ugye ehhez egyeztetni kell a kongregációval, egyeztetni kell a Magyar Püspöki Karral, egyeztetni kell itt a egyházmegyében, meg a várossal. Ugye, mert ez egy olyan nagyobb esemény, amit hát olyan nagyon könnyen nem lehet megszervezni. És körülbelül az ugye a késő tavasz kora nyárban lesz, ami még egy kérdés, ugye a testvéremnek a teste, holtteste az itt a szalézi kriptában van, mégpedig ugye az édesanyám helyét foglalta el, mert akkorban nem kaptunk az egyházmegyétől sírhelyet, és akkor a szülőknek a kriptájába lett téve, akkor még üres volt a szülők kriptája, és innen a Székesegyházba akarjuk átvinni a holttestet, nem exhumálással, hanem úgy, ahogy van, a koporsójával együtt, valamelyik mellékoltárra lesz elhelyezve, és erekjének pedig nem a csontjait választottuk, hanem a véres karingét. A boldoggá avatásra 2018. május 1-én kerül sor Szombathelyen. Kedves nézőink, rövid híreink következnek. November 5-én templomuk védőszentjét, Szent László királyt ünnepelték a rumi hívek. A 2017-es évet Szent László emlékévnek nyilvánította a Nemzetpolitikai Államtitkárság, a lovak király trónra lépésének 940. szenté avatásának 825. évfordulója alkalmából. A rumi templom égköve a Szent László szobor és a szárnyas oltár, amely 4 epizódot jelenít meg a lovak király életéből. Dr. Székely János megyés püspök mutatott be Szent Misét az ünnepen. November 12-én dr. Székely János megyés püspök megáldotta a megújult zsédenyi Szent Márton tiszteletére szentelt templomot. 11 millió forintot nyert pályázaton a zsédenyi egyházközség, emellett a Szombathelyi Egyházmegye és a hívek anyagi támogatása is kellett a munkálatok befejezéséhez. Ennek keretében többek között a tető és ács szerkezet felújítását, a bádogos rendszer, az ablakok, a homlokzati vakulat cseréjét és a homlokzat festését, utólagos vízszigetelést valósítottak meg, tereprendezést hajtottak végre. Adományok révén a toronysisak felújítását is el tudták végezni. A templom belseje is megújult, emellett a szobrokat is felújították. November 15-én lelki napot tartottak a Jánosházi Szent Imre általános iskolában. Minden évben 2 alkalommal kerül sor lelki napra az intézményben. Az elsőt mindig az őszi időszakban, a másodikat nagybőjt idején tartják. A novemberi lelki napon Brenner János életéről szóló színdarabot mutattak be a diákok a Szent Mise után,
Majd dr. Székely János megyés püspökkel beszélgettek hitbeli kérdésekről. Óriási vállalkozás eredményeként 50 perces úti filmet vetítettek november 16-án a Katona Történetek kiállításon Szombathelyen. Első világháborús, magyar, s köztük elsősorban vasi katonák nyughelyét keresték fel, elkötelezett vasi kutatók a Kárpátokban, de Szent Márton erekéjét is magukkal vitték a helyi közösségekhez. Fülöp András vezetésével kelt útra a lelkes csapat, Deák Szonya pedig filmre vette 3 nap élményeit. November 19-én áldotta meg dr. Székely János megyés püspök a szombathelyi Szent Márton templom felújított Szent Kereszt kápolnáját. Az elmúlt időszakban a szakértők segítségével újították fel a kápolnát, új liturgikus berendezési tárgyakat, például oltárt, ambót kapott a helyiség, ahol a kaufbájdeni Szent Márton plébániától kapott Szent Kresztencia erekét is elhelyezték. A szentmise után nyitották meg a Domonkos Szentek Otthona címet viselő tárlatot, amelyen a templomban és a kolostorban talált, illetve különböző helyekről, például mellékoltárokról levett, tönkrement, de felújított festmények, templomzászlók láthatók. November 24-én Kovács Gergely, a Mindszenty Alapítvány képviselője tartott előadást Mindszenty Józsefről Szombathelyen a Martinum Felnőtt Képző Akadémián. Nem az életrajzi adatokat sorolta, az embert állította a hallgatóság elé példaképnek. Elmondta, a bíboros ügyében jövő nyáron dönt majd a teológusok kongresszusa. Ha igent mondanak, az nagy lépés lehet a boldogávatás felé. November 26-án dr. Székely János megyés püspökkel együtt ünnepelték Szombathely Kámon városrészének hívei templomuk védőszentjének Krisztus királynak búcsúnapját. Ezen a napon helyezték el az épülő közösségi ház alapkövét. A tervek szerint a közösségi ház közel 170 négyzetméteres lesz, amelyben 3 termet alakítanak ki, és csatlakoztatni fogják majd a templomhoz. A tervek szerint jövő nyárra fejeződik be az építkezés. A katolikus egyház egyik legnépszerűbb szentje a Szaváriában született Márton. Élete példa mindannyiunk számára. Krisztus követése lehetséges. November 11-én ráemlékeztek a Szombathelyi Egyházmegye hívei és papsága. Szent Márton az ókori Szaváriában, amely Szombathelyen született, derül ki életrajzából. A Szombathelyi Egyházmegye 1777-es alapításakor így egyértelmű volt, hogy a katolikus egyház ennépszerű szentjét választották patronusnak. Őt ünnepli november 11-én a katolikus egyház és a Szombathelyi Egyházmegye. Azt írja róla Severus, hogy a lelke állandóan az ég felé volt nyitva. Mint a kovács, hogy állandóan üti az üllőt, úgy ő is állandóan imádkozott, Istenre figyelt, ez tüzesítette át a szívét. Szent Márton életének ez az igazi titka forrása. Az Istenben való élet, a felé való nyitottság. És ez a legelső, amit el kellene tőle tanulnunk, hogy az életünket, családjainkat megnyissuk fölfelé, megnyissuk az Istennek. Ő tudja az emberi szívet egyedül teljesen betölteni. Tele volt a szeretet, a jó indulata, a segítés gesztusaival. Ezt is eltanulhatnánk tőle. Minden gesztusunknak egészen különleges ereje tud lenni. Talán sajátos módon a pap szavainak, tetteinek nagyon nagy hatása van. Egy-egy gyerekre hogyan tudunk hozzá szólni, mit látunk meg benne, dicsérjük-e, észrevesszük-e a benne nyíló lehetőséget. Tanít minket Szent Márton arra is, hogy ahogy ő megtalálta a hitet, pontosan a köpenyének a szétosztása után nagyon nagy örömöt él át, egyből kéri, hogy megkeresztelkedhessen, próbál a hadseregtől minél hamarabb leszerelni, és utána megy, hogy ezt a hitet az édesanyjának is átadja. Ott van benne a vágy, hogy a kincset, a fényt, ami benne kigyulladt, ezt másoknak is tovább sugározza. Ezt is kellene tanulnunk tőle. Sajnos az európai kicsit megfáradt kereszténységünk ezt néha szinte teljesen elfelejtette, hogy a hitet bátran, természetes módon, akiket szeretünk, azoknak adjuk tovább. A kereszténység valaha így terjedt el, elsősorban nem papok által. Minden keresztény számára természetes volt a hitét átadni.
Szent Márton Európának az egyik leghíresebb, legnagyobb szentje, Európának egy nagy alapítója, ha lehet így mondani. Ilyen emberekből született ez a kontinens. Erre is jó talán emlékeznünk, hogy ez a kultúra, amit látunk magunk körül, a tudomány, a jogrendszer, a szociális háló, a művészetek, ez nem magától lett. Szellemi kincsekből lett. Elsősorban az evangélium, a Biblia, a kereszténység által megtermékenyített kultúrákból. Addig él a kultúránk, addig él Európa, addig él a nemzetünk, amíg vannak ilyen emberek, akik megnyitják az életüket, családjaikat, szívüket fölfelé, és ezt a kincset befogadják. Minden évben az egyházmegye számos településén, már ünnepnapja előestőjén megemlékeznek Szent Mártonról. Az esti vesperást például Szombathelyen együtt imádkozzák a székesegyházban a hívek és a papság. Kedvelt szokás a lampionos felvonulás, amely egyben tanúságtétel is hitünk és Krisztus mellett. November 11-én a székesegyházban az egyházmegye papjai és hívei közösen ünnepelték Szent Márton püspököt. A Szent Mise végén püspökatya és a papság képviselői Szent Márton oltárához vonultak, ahol kérték a Szent közbenjárását egyházmegyénkre, és hálát adtak Brenner János boldoggá avatásáért is. Kedves nézőink, decemberi programajánlónk következik. December 8-án dr. Székely János megyés püspök mutat be Szent Misét a Fogyatékos Emberek Világnapja alkalmából az Ivánci Szociális Otthonban. Ugyanezen a napon koszorúzást és gyertyagyújtást tartanak a körmendi szeplőtelen fogantatás szobornál. December 9-én adventi eukarisztikus lelkinapot tartanak Zalaegerszegen a Mindszenti iskolában. December 10-én dr. Székely János megyés püspök mutat be Szent Misét Nyőgérben. December 15-én a Brenner János emlékév keretében esti zsolozsma imádságra várják a híveket Szombathelyen a Szent Quirin templomban. Az imádságot dr. Székely János megyés püspök vezeti. December 16-án 10:30-kor ünnepi szentmisével zárul a Brenner János emlékév Szombathelyen a Székesegyházban. A szentmise homíliáját dr. Veres András, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke mondja. 13 órakor és 3:30-kor mutatják be az MMI Kálmai Szombathelyen Iváncsics Tamás, a Jó Pásztor című zenés drámáját. 18 órakor dr. Székely János mutat be szentmisét az emlékéhez kapcsolódva Szent Gotthárdon, a Nagyboldogasszony templomban. Este 8 órakor Rábakethelyről esti gyalogos zarándoklat indul Zsidára. December 15-e és 17-e között adventi lelki gyakorlatot tartanak a Martinum Felnőttképző Akadémián Szombathelyen. December 19-én zárul a Martinus Exclusív programsorozat Szombathelyen, Császár Angéla ad koncertet a Püspöki Palotában. December 24-én éjfélkor és december 25-én délelőtt 10 órakor mutat be Szent Misét Jézus születésének ünnepén a Szombathelyi Székesegyházban dr. Székely János megyés püspök. Kedves nézőink, Önök az Életforrást, a Szombathelyi Egyházmegye magazin műsorának decemberi adását látták. Híreinket, írásos és képes beszámolóinkat megtalálják a Martinus havilapban és a www.martinus.hu oldalunkon is. Felhívom figyelmüket, hogy a Brenner János emlékévre indított honlapunkon friss videókkal és friss információkkal várjuk Önöket. Itt a képernyőn egy hónap múlva találkozunk. Boldog karácsonyt és áldott új évet kívánunk minden kedves nézőnknek! Viszontlátásra, dicsértessék a Jézus Krisztus!